Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. szeptember 7-én este 7:30-kor. Látogatás az olaszországi Altinóba. A Paprika Fesztiválon aláírásra kerülhet a testvérvárosi szerződés. Teszed Kalocsán is. Városunk ismét csatlakozott a személygyűjtési akcióhoz. 20. alkalommal keresik a legjobb pacalt Patajon. A hétvégén beköszönt a patai ősz. Az olaszországi Altinó településen augusztus 25-én és 26-án került megrendezésre az ottani paprika napok, melyre a kalocsai városvezetés is meghívást kapott. A látogatást hamarosan viszonozzák is, hiszen a Kalocsai Paprika Fesztiválra ők látogatnak el városunkba, ahol a már régóta tervezett testvérvárosi kapcsolat is megszülethet. Az Olaszországban található Altinó település városunkhoz hasonlóan szintén a paprika termesztésről és a fűszerpaprikáról híres. További hasonlóság, hogy ott is hosszú évek óta megrendezésre kerül a Paprika Fesztivál, ahol a paprikás ételek főzőversenye kap nagy szerepet. Az idei évben városunk vezetése is meghívást kapott a fesztiválra, melyet örömmel vettek. Ez a Paprika Fesztivál nem ugyanolyan, mint a Kalocsai Paprika Fesztivál. Itt az egyes települések, illetve az ide érkező vendégek nem külön-külön mutatják be magukat. Ez a Paprika Fesztivál Altinó településről szól, az ottani várkerületek, a 8 várkerület főz verseng egymással. Ettől függetlenül ugye kérte a polgármester úr, hogy vigyünk egy kalocsai ruhába beöltözött hölgyet. Akinek hatalmas sikere is volt, hiszen mindenki a kalocsai lányjal szeretett volna fényképezkedni, volt, hogy még táncra is perdítették. Az alpolgármester asszony elmondta, több olyan része is volt a fesztiválnak, mely eltér a kalocsaitól, mégis elnyerte tetszésüket. Ott kimondottan nem a város rendezi ezt a Paprika Fesztivált, hanem a civil szervezetek, a lakosság, a várkerületek fognak össze, és ezt anyagilag is ők rakják össze, tehát nem kimondottan csak a város finanszírozza. És itt érdekes volt, hogy egészen a kisgyerekektől az idősebbekig mindenki részt vett benne aktívan, tehát a gyerekek gyűjtötték a szemetet, a felnőttek főztek, a kicsik is beálltak, ugyanúgy adták ki az ételeket. Ezek a programok mindig este zajlottak, tehát este 8 óra után kezdődtek, másnap reggel összepakoltak, szépen rendet raktak, és a következő este ugyanúgy, ugyanabban a menetrend szerint ugyanúgy főztek. A paprikás ételeket ott is szakmai zsűri értékelte, a legjobb pedig elismerésben részesült. A meghívást azonnal viszonozták is, hiszen Kínyóné Lakatos Melinda személyesen adta át a Kalocsai Paprika Fesztiválra szóló meghívót. Az ő fesztiváljukon én átadtam a polgármester úrnak a meghívót, úgyhogy várjuk őket, majd csütörtökön fognak érkezni 14-én. Itt lesznek a Paprika Fesztivál alatt, ideje alatt, és vasárnap utaznak haza, és ők viszont főzni fognak itt nálunk. Mint megtudtuk, jellegzetes olasz étellel fognak majd készülni. A Paprika Fesztivál szombati napján várhatóan aláírásra kerül majd a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét jelentő szerződés is. Ismét nagy takarításra készülnek hazánkban a Teszed mozgalom aktivistái. A személygyűjtési akcióhoz természetesen Kalocsa is csatlakozik az ökoponton keresztül. A takarítási világnaphoz kapcsolódóan az idén szeptember közepén kerül sor az országos személygyűjtési akcióra, a Teszedre. Másodszor szervezi az ökopont a hulladékgyűjtést a városunkban. 2016. április 30-án volt az első alkalom, amikor csatlakoztunk az országos kiíráshoz. Az idén évszakot váltva nem tavasszal, hanem ősszel szervezik meg. Ez az idén a Paprika Napok hétvégéjére esik, szeptember 15-től 17-éig. De nincs akadálya annak sem, hogy ettől eltérő időpontban történjen a szemétszedés, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy még a hétvége előtt kitakarítják a várost, így a Paprika Fesztiválra már rend lehet Kalocsa utcáin és terein. Felhívást tettünk közzé sportegyesületeknek, civil egyesületeknek és bárki önkéntesnek, akik szeretnének csatlakozni ehhez az akcióhoz. A Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesület, mint civil egyesület csatlakozott hozzánk. A sportegyesületek közül a kézilabdások, az úszó és vízilabda egyesület, a brazil jiu-jitsu egyesület tartozik hozzánk, ezen kívül tornászok és önkéntesek is. Az iskolák közül a Bajai Szakképzési Centrum 100 diákját várjuk, és a Nebuló tanulói közül is 20-an fognak részt venni ebben az akcióban. A szükséges eszközöket, kesztyűket, zsákokat az esemény előtt néhány nappal az ökopont munkatársaitól kapják meg a résztvevők. Az ökopont úgy adta le a regisztrációját, hogy aki még kedvet érez arra, hogy csatlakozzon ehhez az akcióhoz, az ökopont nevében megteheti. Egy nagyobb létszámot regisztráltunk, és bárki csatlakozhat még hozzánk.
Az összegyűjtött szemetet az elszállítás napjáig az Ökopont udvarán fogják tárolni, elkerülve azt, hogy újra visszajusson a közterekre a várhatóan jelentős mennyiségű hulladék. Pénteken kiállítással kezdődik a Patai ősz program sorozata, szombaton főzőversennyel, kitüntetésekkel, operett és mulatos zenével folytatódik, majd vasárnap istentisztelettel és foci meccsel zárul. 20 évet ölel át az a tárlat, ami a Patai Múzeumban nyílik majd pénteken 17:30. Ez lesz az első a programok sorában. Majd a Dunapatai Zenebarátok együttesének műsorára lehet beülni a művelődési házba. Szombaton igen korán kell kelnie annak, aki a 8 órakor kezdődő 20. pacalfőző versenyre minden alapanyagot elő akar készíteni. Gyimesi József emlékére rendezik meg ezt a gasztronómiai megmérettetést minden évben, ahol igen nagy dicsőséget jelent a legjobbak között végezni. Délelőtt az általános iskolások műsorát lehet megnézni, lesz többek között íjászat és kézműves foglalkozás is. Pontban délben a Magyar Honvédség központi zenekarának műsora következik, ekkor adnak át kitüntetéseket is. Ebéd után a könnyedebb szórakoztatás kerül előtérbe. Mulatos zenére, bűvés sóra számíthatunk. 3 órakor kiderül az is, ki főzte 2017-ben a legjobb pacalt Dunapatajon. Délután még számíthatnak a településen lakók és a vendégek a Solti Mazsorettek bemutatójára, Rekop György humorista előadására, operettekre és Olá Gergő is színpadra áll. Este a tűzi játék után a Balkán Fanatik zárja a napot. Vasárnap ökumenikus istentiszteletre várják a híveket a református templomba, illetve a sport szerelmeseire is számítanak, hiszen még délelőtt asztali tenisz bajnokság zajlik, délután bajnoki labdarúgó mérkőzésen szurkolhatnak a nézők. Tudásklub, kalocsai alkotók köre, idegen nyelvi társalgó és babamama klub. Többek közt ezekkel a programokkal vár minden érdeklődőt a kalocsai könyvtár, hiszen az ősz beköszöntével újraindulnak a már megszokott előadásaik, amelyek mindegyike ingyenesen látogatható. Még üresek a kalocsai Tomori Pál városi könyvtárban található székek, ám hamarosan megtelnek majd érdeklődőkkel, hiszen az ősz és az iskola kezdetével a könyvtár programja is újra elindulnak. A nyelvi társalgók évadnyitó megbeszélése már megtörtént. Az idei fél évben 4 nyelven várjuk az olvasóinkat. Angol, német, francia és orosz nyelven várják a társalgók az érdeklődőket. Majd szeptember 14-én kalocsai alkotók körének 33. előadása fog következni, melyen Bedi Gyula fotóművész fog bemutatkozni. Az ő beszélgető partnere P.O. Zoltán lesz, aki a Dunatáj fotókör elnöke. Majd ezt követően a Tudásklub is újra várja az érdeklődőket, ahol az előadó Asperján Istvánné és Perik István népművelő lesz. Asperján Istvánné 20 évig volt a kulturális központ igazgatója. Volt egyszer egy népművelés címmel tartanak előadást. Ezzel még nem érnek véget a könyvtár szeptemberi programjai. Szeptember végén, egész pontosan szeptember 28-án csütörtökön délután 5 órakor a kamaraterembe egy kínai utazásra várjuk a vendégeinket, ahol úti beszámolót fog tartani Tamás Lászlóné tanár és Tamás László könyvtári igazgató kínai útjukról. Az előadás címe Ezerarcú Kína, Peking és Shanghai. Az előadásokon túl a könyvtár különböző állandó klubjai is várják a látogatókat, ahol természetesen a kisebbekre is gondolnak. Így 2 hetente szerdánként a Baba Mama klubba, szeptember 16-án pedig Pöttöm moziba várják a gyerekeket. A könyvtár dolgozói már elkezdték szervezni az októberi programokat, ahol idén is csatlakoznak az országos könyvtári napokhoz. Az idei évben október 2-a és 8-a között hétfőtől péntekig rendezzük meg mi itt Kalocsán, és nem csak Kalocsán, hanem országszerte. A 100 éve született Szabó Magda egyik legsikeresebb regényéből, az Abigailből fognak a kollégák egy részletet, egy összeállítást előadni, Kálai Sándor kollégám rendezésében. Az egész hét folyamán minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő programot, hiszen többek közt helytörténeti vetélkedő, író-olvasó találkozó és még divat bemutató is lesz. A program zárásaként pedig egy bor és sajtkóstolóval is készül majd a könyvtár. Az iskola kezdés mindenki számára komoly feladatokkal jár. A tanárok már az augusztusi hónapot az új tanév körüli teendőkkel töltik, épp úgy, ahogy a gondos szülők is, akik biztosítják gyermeküknek a teljes felkészülést.
De hogyan látják a diákok? Néhány elsős és végzős diák mesélt nekünk erről. Egy ember életében vannak olyan mérföldkövek, melyek felejthetetlenek. Talán ezek közé tartozik az is, amikor a több éves óvodai élet után egy új következik, az iskolai. Amikor a kicsik nagyobbak lesznek, és először ülnek be az iskolapadba. Ezekről a dolgokról mesél nekünk a katolikus iskola néhány első osztályos kisdiákja. Tanulunk, meg hordunk iskolatáskát. És úgy tudom, hogy az oviba is hordtatok táskát. Igen. És most miket hoztok ide? Toltartót, matematikát, énekkönyvet. A lányok beszéltek arról is, hogy nagyon izgultak az elején. Nem tudták, milyenek lesznek az osztálytársak, az órák és főként az osztályfőnökök. De aztán megnyugodtak, mert semmire sincs panaszuk, és az osztályfőnökökről is csak jót tudnak mondani. Szeretem nagyon. Szépen berendezte az osztályokat, és minket, mert tudta, hogy a legjobb barátok vagyunk, és egymás mellé ültetett. Persze a sok kicsi életében van, hogy a nagyobb testvérek már beharangozzák az iskolát. Így történt ez Péter esetében is. Legalábbis az egyik még kisbaba tegnap előtt született meg. A Dorka azt mondta, hogy nagyon jó, meg ilyesmiket, és én is nagyon vártam. Júlia is mondott pár szót a tanítónéniéről, és arról, hogy miért örül az énektagozatnak. Különben én nem is tudom, hogy másoknak milyenek, de nekem szerintem nagyon kedves a tanítónéném. Én nem tudom, hogy másoknak tetszik a tanítónéniük. Például most, hogy énekosztályba járunk, nagyon jó, mert szeretünk énekelni, és azért járunk ebbe az osztályba, mert nagyon szeretjük is. Nem gondoltuk, hogy ennyire jó tehetségesek vagyunk benne, hogy ennyire jól tudunk énekelni. És ha ezek a tehetséges fiatalok szorgalmasak is, bizony azért dicséret is jár. Ugye, amikor ügyesek voltunk, akkor mindig kapunk piros pontot, és már van nekem a toltartomban, és meg van a tájékoztató füzetemben piros pont, és nekem is jók az a tanítónénik, és nekem is tetszik az énekosztály. Nagy feladatok várnak még ezekre a tehetséges és céltudatos kicsikre, épp úgy, ahogy a legnagyobbakra is. Meglátogattuk a végzősöket is, akik mögött bizony 12 évnyi általános és középiskola van már. Ugye most lettünk 12-esek. Ez a 12 év nagyon gyorsan elrepült, én úgy érzem, tényleg. Még ott vagyok leragadva, hogy ilyen 8.-9. osztályosak vagyunk, de nagyon szép emlékekként tekintek vissza rájuk, mert igazából azok is voltak. Mind az, hogy ugye egy kis közösség lettünk az osztályommal, mind az, hogy megértem arra, hogy tanulnom kell, mert magamért tanulok, és igazából ez most ért meg így bennem szeptemberben. És már ilyenkor előtérbe kerül a tanulás, hiszen gőzerővel készülni kell az érettségi vizsgákra, emellett még rengeteg rendezvényen kell részt venniük a nagyoknak. Már az évnyitó ünnepség az már lezajlott. Már ott éreztük azt, hogy hát ez az utolsó évnyitó, amin itt részt veszünk, és igazából eléggé könnyes szemmel ültünk ott a misén páran. A következő esemény pedig a szalagavató lesz majd. Utána pedig ugye az érettségi, ballagás. Ennyi év alatt nagyon sok hasznos dolgot és tudást sajátíthattak el a diákok, de mást is köszönhetnek az iskolájuknak. Megtanította azt, hogy hogyan kell elfogadni a másikat, az osztálytársakkal szemben, hogyan legyünk kedvesek a mindennapokban, plusz annak is nagyon örültem, hogy egy másik iskolából kerültem ide, és hogy befogadtak engem egy rövid időn belül, egy pár hét alatt, és nagyon köszönhetek nekik sok mindent. És bár sokszor van, hogy nehéz ezekkel a kis és nagy kamaszokkal otthon, vagy akár az iskolában, de ilyenkor, amikor látni rajtuk a hálát és az igyekezetet, el lehet mondani, hogy bizony semmi nem volt hiába. Sportorvosi vizsgálat volt kedden délután a Méhecskéknél. Minden gyereknek évente kétszer kell részt vennie ilyen vizsgálaton, hogy a fizikai állapotukat fölmérjék. A legkisebbeket természetesen elkísérték a szülők is, míg a nagyobbak, akik már esetleg többször átestek ilyen orvosi vizsgálaton, egyedül érkeztek. Aztán persze türelmesen vártak, hogy sorra kerüljenek. Lehet hallani az időnként, hogy sportbalesetek és
sajnálatos események történnek a pályákon. Hát ugye ezt teljesen nem fogja tudni kiszűrni, de azért csak csinálnak egy EKG-t, csak mérnek egy vérnyomást, tehát megnézi azért, hogy olyan alapvető rendellenességek nincsenek egy gyerekeknél, ami miatt ne lehessen sportolni. A másik az, hogy előírás. És ugye ez mindig, mikor így indul az év, és ezeknél kicsiknél fél évente ezt meg kell csinálni. Ilyenkor az edzők előzetesen értesítik már a sportolókat és szüleiket a vizsgálat idejéről, s több turnusban is érkezhetnek a Hunyadi pályához. Általában elég gördülékenyen zajlik minden. Nagyon kevés a sportorvos az országban, nagyon nehezen tudunk mi is sportorvoshoz jutni. Ez a kollega is Bajáról jár ide le hozzánk, és akkor mindig egyeztetni kell az időpontot, amikor le tud jönni. Akkor mindenkit ide kell rendelnünk, és akkor ilyenkor végigszűri a gyerekeket, és akkor egy fél évig akkor nyugodtan vagyunk. Akár 100-120 gyerek is sorra kerülhet ezen a napon. Olyanok is, akik esetleg csak néhány hete kezdtek el edzésre járni. Legyen óvodás vagy iskolás korú, a vizsgálat mindenkire nézve kötelező. Ilyenkor, mint mondtam, aki él és mozog itt van, az összes méhecskés, hát kivéve az a pár gyerek, aki valamilyen elfoglaltság miatt nem tud itt lenni, azoknak szoktunk ilyen pót behívást tartani, vagy úgy, hogy a szülő leviszi Bajára, vagy összeszedünk egy, attól függ, hogy hányan maradnak ki, összeszedjük őket, és akkor sajnos kénytelenek vagyunk elmenni Bajára, és akkor ott megcsináltatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is megtekinthetik a www.karocsatv.hu weboldalon. További szép estét, kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!